A fennállásának 55. esztendejét ünneplő Szekszárdi madrigálkodós tulajdonképpen 56 éves. Ám a jubileumot a pandémia miatt nem ünnepelhették meg idejében. Azon kevés kulturális csoport egyike, aki tevékenységét még a Hajdan volt és azóta rég lebontott Sós Sándor művelődési házban kezdte. 1976 óta aranydiplomás, 1984 óta kiemelt hangversenykórus. Az ünnepségen többek között Gyurkovics János alpolgármester méltatta a kiemelkedően magas szintű munkát, melynek eredményeként szerte Európában a kórus elvitte Szekszárd hírnevét. 55, illetve már 56 éves működésük a bizonyíték, hogy az igazi művészet áthajul korszakokon, történelmi érákon, felülemelkedik a hétköznapok sokszor földhöz szögező súlyán, generációkat nevel igaz, tiszta derűvel övedett életre. Az együttes 40 éve irányító Jobbágy Valér karnagy elismerését fejezte ki mindenkinek, akik képesek és hajlandóak voltak ennyi időn át követni és megvalósítani elképzeléseit, szórakoztatni és egyben a magas kultúrát minőségi színvonalon átadni a hallgatóságnak. Mi rengeteg művet mutattunk be egyszer, és aztán elraktuk a fiókba, mert jött a következő. Szóval az élet túl rövid ahhoz, hogy az ember állandóan ismételje önmagát. Az irodalom az iszonyatosan nagy, és ebből szerettem volna valamit megmutatni Szekszárd közönségének. A jubileumi program alkalmával Szekszárd város önkormányzata a kórus 10 tagjának és karnagyának adta át a 20, 30 és 40 éves működésük elismeréseként a Szekszárd városért a művészet erejével elismerő címet.